A magyar és a szlovák történészek között folyamatos a vita, hogy egyáltalán mikortól és milyen értelemben beszélhetünk szlovákokról. A szlovákok eredete egyébként eléggé egyértelmű. A 7. században jelentek meg a Kárpát-medence északi részén különböző szláv törzsek tagjai. A felvidéken ezeknek a bevándorolt szlávoknak a maradványaiból alakultak ki a mai szlovákok, természetesen különböző demográfiai folyamatokon keresztül. Együttélés és keveredés a magyarokkal, az egész évezredben, a 12-13. Században ruszinokkal volt egy érintkezés, illetve a 14-15. Században pedig huszita csehek vándoroltak be a felvidékre, és hát a török kor különböző demográfiai eseményei. Az bizonyosnak tűnik, hogy a honfoglaló magyarok különböző szláv népcsoportokat találtak a Kárpát-medence északi részén. Ez a terület meglehetősen ritkán lakott volt. A magyarok, mint ahogy korábban más birodalmak is, ezt a területet gyepüként, tehát ilyen határőrizeti területként használták. A szlovák történészek között van egy ilyen hivatalos, kvázi hivatalos történet, ami a Nagymorva birodalomhoz köti a szlovákok létrejöttét. Ez hamis kép, mert hiszen a Morva állam az egy törzsi állam volt, a Morva törzs hozta létre ezt, egy meglehetősen primitív államképződmény volt. Nagyon rövid ideig létezett ez a birodalom, vagy ez az ország, és hát tulajdonképpen annyi ideig létezett, ameddig a létrehozója élt, és hát ahogy mondom, egy rendkívül egyszerű, primitív, egy törzsi állam volt. Egyébként ez a terület az avar kaganátus gyepű területe volt, és az itt élő szlávok az avar kaganátus felügyelete alatt élt. Tulajdonképpen egy avar tisztviselő, a Tudun felügyelte őket. A 8. század végére az avar birodalom meggyengült, és 803 után, amikor az avarok vereséget szenvedtek a frankoktól, akkor a frankoknak a felügyelete alá kerültek. Először egyáltalán a morvákról 822-ben tesznek említést, ekkor morva követek jelentek meg a frankfurti birodalmi gyűlésen. Az első név szerint ismert fejedelmük első Mojmír. Ő 833-hoz kötik az ő nevét. Ő volt az, aki a morvákkal szomszédos, szintén szláv nyitrai fejedelemség éléről elűzte a vezetőjét, ennek a fejedelemségnek, Privinát. A helyére a rokonát, Rastislavot ültette. Hát több sebből vérzik ez az elgondolás. Az először is a források nem fejedelemként említik Pribinát. Valószínűleg ő valamiféle magasrangú hivatalnok vagy tisztségviselő lehetett. Ráadásul ez egy nagyon forráshiányos időszak, és gyakorlatilag semmilyen írott forrás nem támasztja alá, hogy létezett ilyen nyitrai fejedelemség. Azt azonban tudjuk, hogy keleti frank uralkodótól, Németh Lajostól Pribina alsó Pannoniában, tehát valahol a Balaton környékén kapott egy hűbér területet. Itt egy sikeres gazdálkodást végzett, és a feladatát jól látta el. A feladata pedig az volt, hogy a helyi lakosságot keresztény hitre térítse. Annyit azért nagy valószínűséggel mondhatunk, hogy ez a helyi lakosság nem szláv lakosság volt. A székhelye a mai Zalavár község területén volt, úgy nevezték ezt a várat, hogy Mózaburg. Északon, a feltételezett nyitrai fejedelemség területén Mojmír idővel megpróbált megszabadulni a frank fennhatóságtól. Úgyhogy elérte, hogy Németh Lajos, vagy II. Lajos keleti frank király elűzte őt, és Rastislavot tette meg fejedelemmé. 863-ban
a bizánciakhoz fordult, harmadik Mikael bizánci császárhoz fordult, hogy egy hogy önálló szláv egyházat hozzon létre, és ez a harmadik Mikael császár küldte a morvákhoz Cirilt és Metódot, a két térítő papot. Ők ketten voltak azok, akik itt szervezkedni kezdtek, és megpróbálták az önálló szláv egyházat létrehozni. Rasztyiszlávot végül a saját unoka öccse, Szvatopluk űzte el. Ez a szegény Rasztyiszlávot aztán kénytelen volt egy kolostorba vonulni, megvakították, és aztán egy kolostorba halt meg. Szvatopluk sem járt sokkal jobban, mint az elődje. Ő is a frankok, el kellett fogadni a frankoktól való függést, és adót kellett nekik fizetnie. Azt gondoljuk, hogy a morva fejedelemség a Szvatopluk uralkodása idején ért el a legnagyobb kiterjedését. Nem csak a morva területek tartoztak hozzá, hanem ha létezett ez a nyitrai fejedelemség, akkor a nyitrai fejedelemség, illetve területek Csehországból, illetve Sziléziából. Szvatopluk 894-ben halt meg, ekkor már biztosan tudjuk, hogy legalább a Kárpát-medence keleti felét a magyarok birtokolták. A Kárpát-medence sorsáról döntő 907-es pozsonyi csatát, vannak, akik azt mondják, ugye, mert hogy a forrásunkban úgy szerepel a név, hogy Brezalausburg, és vannak, akik azt mondják, hogy ez nem a mai Pozsonynak megfelelő hely, hanem inkább úgy hangzik, mint Mózaburgnak a neve, ami akkor már körülbelül két évtizede az volt a Mózaburg várának a neve, hogy Breszláv vára, és ez a Breszláviusburg, ez nagyon, nagyon emlékeztet erre a Breszláv vár névre, úgyhogy vannak, akik azt gondolják, hogy a pozsonyi csata nem Pozsony mellett történt, hanem valahol a Balaton környékén. Egyébként ennek az elképzelésnek a megszületésénél, hogy létezett egy Nagy Morávia nevű birodalom, ennek az egyik fő bábája Biborban született Konstantin volt, aki hát mindenfélét összeírt erről a területről, teljesen összezavarta ezt az időszakot, meg az ő műveit tanulmányozó történészeket. A görög szövegben Megale Morávia szerepel, ami szó ugye azt jelenti, úgy fordítják, hogy Nagy Morávia, tehát valójában ez azt jelenti, hogy régi Morávia, mint hogy a magyarok őshazájára használjuk a Magna Hungária kifejezést, ami nem Nagy Magyarországot jelent, hanem régi Magyarországot. Hát igazából ezt az egész mesét, ezt a 19. században, a 20. század elején a cseh szeparatizmus képviselői, elsősorban Thomas Masaryk karolta föl, vagy terjesztette, és színezte ki, mert hogy szükségük volt egy előképre, mert hogy ők létre akartak hozni egy független Csehszlovákiát. A morva nép mai napig létezik, tulajdonképpen a mai Csehországnak a keleti egynegyede, ott élnek a morvák. Ugyanúgy cseh nyelvet beszélnek ma már, teljesen hasonló, tehát nem lehet megkülönböztetni, hogy ki cseh, ki morva, de hát a területnek a neve egy évezred, de az, hogy Morvaország, úgyhogy hát létezett. Egy biztos, hogy ez nem szlovák állam volt. Azt viszont könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a nyugat-szlovákiai népesség leszármazásilag valamilyen módon kapcsolódik a morvákhoz. Tehát leszármazási kapcsolat van közöttük, de a mai szlovákok identitásához egyáltalán nem járult hozzá. Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy nem igazán ismerjük a Kárpát-medence 8.-9. századi történetét, mert annyira forráshiányos az időszak. Gyakorlatilag nincsenek forrásaink. Egyetlen egy dologot azonban biztosan állíthatunk, hogy olyan, hogy szláv törzs ilyen nem létezett. Az avarok és a szlávok egymás mellett, sőt együtt éltek, és tehát egyfajta keveredés jött létre közöttük, és ennek a kevert népességnek van régészetileg is megfogható nyoma. A Kárpát-medence a 9. század végére tulajdonképpen egy ilyen hatalmi
vákumban létezett, tehát senki sem uralta a területet, azonban ez nem jelenti azt, hogy ez a terület lakatlan lett volna. Egyáltalán nem, hiszen a korábban megszűnt avar birodalom lakossága az helyben maradt, itt éltek. Azért azt is hozzá kell tennünk, hogy pontosítsuk az információkat, hogy amit ma, azt a területet, amit ma Felvidéknek nevezünk, azért az a terület egy rendkívül gyéren lakott terület volt ebben az időben. A Magyar Királyság létrejötte után az itt élő különböző szlávok gyakorlatilag a Magyar Királyság alattvalói lettek. Az akkoriban a Vág és a Nyitra folyó medencében élő szlávok valószínűleg a mai szlovákoknak az ősei voltak. Egyszerű földművesek voltak. Vannak, akik azt mondják, hogy a középkor folyamán jelentős bevándorlás történt a Felvidékre Csehország, Morvaország, illetve Lengyelország, Szilézia felől. Ennek azonban sok vagy több dolog ellentmond, egyrészt ugye semmiféle forrás nem nagyon említi, másrészt Csehország is és Lengyelország is népességhiánnyal küzdött. Nem véletlen az, hogy nagyon nagy számban vándorolnak be mind a két ország területére német telepesek. Szerintem elképzelhetetlen, hogy ha ott népességhiány van, akkor a lakosság egy része fölkerekedik, és aztán elindul a Kárpát-medencével, miközben ugye érkeznek a német telepesek is. Tehát ennek nem, nincs nagy valószínűsége, hogy onnan bevándoroltak volna. A szlovákok nyelvi egységesülése is csak valamikor a 19. században következik be. És maga a szlovák nemzet tudat is ugye csak a 19. században alakul ki. A szlovákok a magyar király alattvalói voltak, és így határozták meg magukat. Ez véleményem szerint az etnikai elkülönés már annak lesz majd a következménye, hogy a magyarok egyre inkább hangsúlyozzák a magyarságukat, a magyar nyelvet helyezik előtérbe. Közép-európai sajátosság egyébként, ez egy súlyos probléma, hogy közép-európai sajátosság, hogy a középkori történelmét az egyes országok azok nemzeti történelemként élik meg, holott a középkor nem ismerte a nemzet fogalmát. A mai szlovákok ugye nem a magyar történelemre kíváncsiak, nem a magyar királyság történetére kíváncsiak, mert az nem szlovák történelem. Mi magyarok meg hajlamosak vagyunk a magyar királyság történetét azonosítani a magyarok történetével, és kvázi kizárva ebből a szlovákokat. Az egyén önmeghatározása akkoriban elsősorban a társadalmi helyzetétől függött, tehát hogy valaki nemes volt, polgár volt, vagy jobbágy volt, ez volt elsősorban. Másosorban vallásilag határozta meg magát, hogy melyik felekezethez tartozik, katolikus, evangélikus, vagy református. Harmadsorban, hogy melyik király alattvalója. A beszélt nyelv az tulajdonképpen teljesen irreveláns volt, nem számított. És véleményem szerint tévhit, hogy a magyarok és a szlovákok ősellenségek lennének. Szent István államában mindenki Szent István alattvalója volt. Teljesen mindegy volt, hogy milyen nyelven beszél. Az itt élő népeket, Magyarországon élő népeket egészen a nemzeti tudat megjelenéséig az úgynevezett hungarus tudat jellemezte. Az, hogy Magyarországnak a polgárai. A nagy francia forradalom következménye ez, hogy kialakult a nemzettudat, és a 19. században terjedt el. Szent István, ugye, mint azt tudjuk, Szűz Máriának ajánlotta föl az országot, és a magyarok körében ugye ez a Szűz Mária kultusz, ez rendkívül erős. És érdekes módon a szlovákok között is. Amikor a történelem úgy hozta, és Pozsony lett Magyarország fővárosa, Magyarországon Pozsony lett a koronázóváros, akkor ott 10 magyar királyt koronáztak, egy királynőt és legalább 8 királynét koronáztak meg. És a mai napig nemrégiben indult újra, vannak ilyen történelmi játékok, ahol bemutatják, hogy hogyan nézett ki egy ilyen királykoronázás. És a műsornak a végén elhangzik a latin kiáltás, hogy vivat rex hungarorum. Akkor itt, és ezt szlovákok, helyiek csinálják ezeket a műsorokat. Akkor most akkor ilyen történelmi, vagy ilyen turista csalogatónak jók ezek a műsorok, de az magyarokat azért nem fogadjuk el? Vagy hogy? Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes állapot, ahogyan ők ott
ezt csinálják. Én azt gondolom, hogy ami tény, hogy a szlovák történészek nem tudnak különbséget tenni a tények, illetve a különböző legendák és elképzelések között. Szlovákia, mint önálló ország, nem létezett. Sem az osztrák-magyar monarchiában, sem utána a Csehszlovákiában, de még a Hitler által kreált Tisóféle Szlovákia sem volt önálló, hiszen Hitlernek a báb állama volt. Igazából az önálló Szlovákia csak 1993-ban jött létre, 93. január 1-én. Ez egy nagyon-nagyon rövid önállóság. Gyakorlatilag 30 éve önállóak. Legújabban számomra teljesen meglepő módon a szlovákok, a szlovák történészek nem fogadják el a történelmi Magyarország létezését se, kitaláltak rá egy másik szlovákul egy másik kifejezést, az uhorszkó kifejezést, a mai Magyarországot meg úgy hívják, hogy magyarszkó. Holott mind a kettő konkrétan azt jelenti, hogy Magyarország. Persze nézzük a tényeket. Ugye a magyarországi nacionalista erők a nyugat-európához képest több mint egy évszázadot késtek. Ezzel a késéssel indult el az egységes nemzetállam kialakítása nálunk. A szlovák iskolákban a mai napig azt tanítják, hogy a szlovákokat 1000 éven keresztül elnyomták a magyarok, azt sugallva, hogy a szlovák nép 1000 éven keresztül ártatlanul szenvedett. Holott a valóság az, hogy a magyar államhatalomnak, a magyaroknak a célja az volt a kiegyezés után, hogy végre megszabadultunk. Ugye 1849-től hivatalos nyelv a német volt Magyarországon, és a kiegyezéssel szabadultunk meg ettől. És egy picit talán túlfűtött nacionalizmussal, de a magyar nyelvet szerettük volna, vagy szerették volna az akkori politikusok előtérbe helyezni. És az az igazság, hogy ez az időszak, ez sérelemként maradt fent a szlovák nemzet emlékezetében. Amikor 1907-ben bevezették a nyelvtörvényt, a Lex Aponyi nyelvtörvényt, ez mindössze arról szólt, hogy az ország összes iskolájában, tehát a nemzetiségi iskolákban is kell tanítani a magyar nyelvet. Tehát nem arról szólt, hogy magyar nyelven kell az oktatásnak lenni, hanem hogy kell olyan órának is lenni, hogy magyar nyelv óra. És ez olyan istentelen hatalmas felháborodást váltott ki a szlovák nemzeti mozgalom részéről, hogy azt el sem tudjuk képzelni. A következő dolog, amiről beszélnünk kell, ezek a csernovai események, 1907 az is. Nagyon érdekes, hogy a csernovai eseményeket is nemzetiségi ellentétként tartják számon a mai napig. Nagyon érdekes dolognak tartom, hogy két szomszéd nép közös történelmében levő események közül az egyik népnek az egy igen alap önmeghatározó eseményének tartják, a másik nép, ezek a szlovákok, a másik nép történetéből, történelméből, történelmi tudatából, meg gyakorlatilag kikopott. Magyarok mi egyáltalán nem tartjuk ezt számon. Az egész dolog egy templom szentelés körüli vita tulajdonképpen. Egy Andrej Hlinka nevű papról van szó, akinek a kezdeményezésére ezen a Liptó vármegyei kis községben egy új katolikus templomot építettek, és ennek a felszentelésével kapcsolatban kezdődött az egész probléma. Hlinka a szláv nacionalista mozgalomnak volt az aktív tagja, és mint politikai résztvevőt elítélték és eltiltották a papi teendőinek a végzésétől, tehát ő nem végezhette el a új csernovai katolikus templomnak a felszentelését. A felszentelésre a püspök, Párvi Sándor püspök érkezett a faluba. Egyébként érdekes dolog, hogy maga Andrej Hlinka nem is volt, még Magyarországon sem volt, valahol Csehországban tartózkodott, és éppen Magyarország ellen előadást tartott, illetve a szláv nacionalizmusról tartott előadást valamelyik cseh városban. 1907. október 27-én reggel kezdődtek el az események, megérkezett Csernovára
a püspök, Párvi Sándor, illetve az alszolgabíró, a Liptovármegyei alszolgabíró, illetve néhány csendőr, akik biztosították volna a rendet. Egy Ladicki János nevű csendőrőrmester, meg öt másik csendőr tartotta volna fent a rendet. A tömeg azonban rendkívül, akik a templom szentelése vártak, ez a tömeg rendkívül felháborodottan, illetve hangosan tiltakozott az ellen, hogy a papuk nélkül akarják fölszentelni ezt a templomot. Az az igazság, hogy a Hlinkának, a papnak a nővére ott élt és ott maradt a faluba, és ő szintén egy ilyen szláv nacionalista nő volt, és egy rendkívül erős agitációt fejtett ki az egyszerű parasztok körében, és egyre nagyobb lett az ellenállás, egyre nagyobb lett a hangja a tömegnek. A tragikus események azzal kezdődtek, hogy először is nem engedték, nem akarták beengedni a faluba ugye a püspököt, illetve az alszolgabírót, megfogták a gyeplőket, egyáltalán megállították. Az is igaz, hogy nagyon ott a vármegyei hajduk nagyon csúnyán beszéltek a tömeggel, de azt is tudnunk kell, hogy ők mind szlovákok voltak, szlovákul beszéltek, és a csernóvaiak is ugye szlovákul válaszoltak. Szlovákul ment a vita. És aztán odáig fajultak a dolgok, hogy a tömeg megdobálta, köveket szedtek föl, és megdobálta az érkezőket, és az első lövés is ekkor dördült el, amikor az egyik csendőrt eltalálta egy ilyen kőd. A nyílt támadásra a jelenlévő csendőrök 24 lövést adtak le. Négyen azonnal meghaltak, heten nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek, és 11 egyéb sérült is volt, és a tömeg ugye egymáson taposva menekült ugye a lövések elől, és ott egyéb sérülések is keletkeztek. A csendőrök fellépése teljesen jogszerű, és az akkori jogszabályoknak megfelelő volt. Azt tudnunk kell, hogy az összes csendőr szlovák helyi liptói származású szlovákok voltak, mint ahogy azok is, akikre lőttek. Beszéltek is szlovákul természetesen, tehát nyelvi ellentét nem lehetett közöttük. Azt kell mondanom, hogy a csendőrségnek a szabályzata értelmében, ha a csendőrt támadás érte, már pedig itt arról van szó, akkor köteles volt, különben őt ítélték el, köteles volt védekezni. És a védekezésbe beletartozik az, hogy lő. Azt is véleményem szerint nem kerülhetjük meg Andrej Hlinka felelősségét ebben a kérdésben. A falusi népet senki sem tudja sikeresebben befolyásolni, mint a saját papja. Hlinka, ő feltüzelte az embereket, és egyre feszültebb lett a hangulat, és nagyon érdekes dolog, hogy amikor már majdnem a forpontjára jutottak az események, akkor Hlinka fogta magát, és elutazott Csehországba erre az előadó körútjára. Az is igaz azonban a másik oldalról, hogy nem kerülhetjük meg Párvi Sándor, szepesi püspöknek a felelősségét sem, aki egyébként véleményem szerint alig, hanem ő az egyetlen valóban magyar szereplője ennek az egész történetnek. Ő ugyanis eltolta, megtiltotta a templomszentelést, eltolta időben, tehát lehetett volna, aztán erőszakkal ki akarta, tehát végre akarta hajtani ezt, tehát lehetett volna ezt a tömeg hangulatára jobban odafigyelve, egy kicsit jobb politikával is elintézni. Bár az véleményem szerint az a szomorú igazság, hogy akik gyűlölködni akarnak, szlovák oldalról beszélek, akik gyűlölködni akarnak, azok csernovai események ismerete nélkül is gyűlölködnének. Egyébként ezek a csernovai események óriási felháborodást váltottak ki európai sajtóban, meg az amerikai sajtóban is. A számos szlovák szervezet, főleg amerikai szervezetek valóságos sajtóhadjáratot indítottak Magyarország ellen. Ennek hatására a pápa, X. Pius pápa meghátrált, és engedélyezte, hogy a templomszentelésen részt vegyen Andrej Hlinka. Az ő jelenlétében szentelték fel a templomot.
De hát, ahogy láttuk is, vagy ahogy egyértelmű, hogy ezek az események nagyon-nagyon szoros összefüggésben vannak a szlovák nemzeti mozgalom tevékenységével. De igazából a szlovákok és a magyarok közötti gyűlöletnek az igazi kiváltó oka az nem más, mint a trianoni békeszerződés, a trianoni békediktátum. A nagyhatalmak abszolút semmibe vették a történelmi etnikai határokat. Körülbelül 1 millió magyar került a megkérdezésük nélkül egy másik országba. Ha már kötöttek egy ilyen békeszerződést, vagy békediktátumot, vagy akartak zárni egy háborút, akkor egy normális békét kellett volna kötni, ahol a határok valóban az etnikai határok mentén húzódnak. Az egyik francia miniszterelnök írta egyébként később az emlékirataiban, André Tardieu-nek hívták, hogy nem lehetett, magyarok azt szerették volna elérni, hogy népszavazást tartsanak, de ahogy ez a Tardieu is írja, nem lehetett népszavazást tartani, mert akkor félő volt, hogy az emberek nem azonosulnak ugye magával a trianoni békediktátummal. Akkor valószínűleg a magyarok Magyarországhoz akartak volna kerülni. Azért a történelem az ugye változik. 1938-ban volt egy olyan történelmi pillanat, amikor a bécsi döntés, az első bécsi döntés következtében valóban nagyjából az etnikai határ mentén húzódott a szlovák-magyar határ. A visszamaradtak, nagyon kevés magyar maradt az új Szlovákiában, de a visszakerült területeknek a lakosságának kb. 90%-a az magyar nemzetiségű volt. Ez, mármint a bécsi döntés, azonban csak átmeneti megoldást jelentett, hiszen jött maga a II. Világháború, illetve az azt lezáró 1947-es béke. A II. Világháború után a felvidéki magyarok újra Csehszlovákiában találták magukat, és a saját hazájukban hontalanná váltak. Kollektív bűnösökké nyilvánították őket. Ez véleményem szerint az emberiség elleni büntet kategóriában sorolható. Felvidéki magyarság teljesen ártatlanul került ebbe a helyzetbe, hiszen ők a szülőhelyükön éltek. Ők nem csináltak semmit. A határ ment el fölöttük. Az volt az egyetlen bűnük, hogy magyarok. A szlovákokat a magyarok részéről az 1000 éves együttélés során soha nem érte ilyenfajta sérelem. Bezárták a magyar iskolákat, a magyaroktól megvonták a nyugdíjakat, egész egyszerűen elvették tőlük a földjeiket, és ami a legrosszabb, nem használhatták az anyanyelvüket. Deportálták őket, úgynevezett lakosságcsere egyezményt írtak alá a magyar kommunistákkal. Egyszerűen adták, vették őket. Csak az maradhatott a szülőföldjén, aki szlováknak vallotta magát. A szlovák tankönyvekből mind a mai napig hiányzik a felvidéki magyarság II. Világháború utáni kálváriája. Az utóbbi időben felnőtt nemzedékek egész egyszerűen semmit sem tudnak erről. A szlovákok többsége mai napig úgy gondolja, úgy hiszi, hogy a magyarok azok egyfajta idegen test az ő országukban, egyfajta megszálló erő. Pedig, ahogy már az előbb is mondtam, ez a magyar nemzetrész soha nem lépte át a határt, a határ lépte át őket. A 40 évig tartó kommunista diktatúra idején jegelték ezt a problémát. A független Szlovákia megalakulása után a politikai hatalom, különösen a fiatalokat mentálisan, mint egy beprogramozta a magyar gyűlölettel. Ez olyan mértékű, hogy ez a gyűlöletkeltés kategóriáját kimeríti. Ezért van az, hogy ma a szlovákok többsége az identitását csak a magyarokkal szemben képes meghatározni. Köszönöm a figyelmet!